Ha szerda, akkor mozi és Kökény Pál természetesen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia, üdvözlöm a hallgatókat is. Nos, hát a mai filmajánlónk az borzasztóan szubjektív jellegű lesz, nem mintha amúgy a kritika vagy a filmes beszámoló ne lenne amúgy is elképesztően szubjektív műfaj, de a mai film a relatíve aktualitása mellett, mert kicsit több mint 20 éve mutatták be, tényleg az egyik személyes kedvencem. Magyar filmről van szó, méghozzá Tímár Péter Csini babájáról. Címár nem különösebben termékeny rendező, vagyis hát játékfilmes szempontból, de a filmjei szerintem az Egy szem Címer Feri 2 kivételével, ami tipikusan az a mozi, amit sosem kellett volna elkészíteni. Szóval hogy ennek az egynek a kivételével szerintem mind klasszikusak a játékfilmjei, és amennyire jól zanzásítja, vagy nem tudom, mutatja be a Csablecsasi például a rendszerváltáskori Magyarországot, egy Címer Feri pedig egy a boldog 90-es éveket. Ugye Csini baba is fantasztikusan jeleníti meg azt az időt, amikor Magyarország volt, ahogy mondani szokták, a legboldogabb barak, ugye a szocialista időkben. Nyilván az egész film valamennyire idealizálja ezt a szocialista korszakot, és inkább csak humorosan sejteti az akkori viszonyokat, mint hogy így valóban rávilágítani annak a mondjuk árnyoldalára is. Hát ez egy nagyon jó kis groteszk. Igen, szóval így nagyon jól kifordítja az egészet, de nem, hogy egyáltalán nem fájdalmasan, vagy nem tudom, ilyen, inkább ilyen, tényleg ilyen groteszkű. Mint a legvidámabb barakban szokás. Pont. És a hangsúlyok tényleg itt teljesen máshol vannak a filmben, mert az egész film szerint nekem mindig az jut eszembe róla, hogy olyan, mintha egy kelet-európai Grease-t nézne. Legalább olyan jó zenékkel, és legalább olyan butácska, de azért érzelmekkel teli sztorival. Ugye a sztori a 60-as években játszódik a finországi világbiztonsági találkozó előtt, amire persze nagyon sokan szeretnének Magyarországról is kijutni, nem feltétlen a szocialista ifjúsága való találkozás miatt, hanem egy jobb élet és ugye a keleti blokkból való menekülés reményében. Attila kvázi főszereplő a barátnője, szeretne kijutni, Boston céljára, Amerikába akar visszatérni, de amúgy is mindenki valamilyen ilyen elérhetetlen, talán sose létező jövőkép iránt vágyakozik. És emiatt bár a Csini baba ugye alapvetően egy ilyen zenés vígjáték, sok zenével és idézhető poénnal, ilyen sketch-szerű, tényleg komikus jelenetekkel, van egy nagyon édes bus mélyebb réteg is benne, ami részben ugye ebből a korszakból adódik, amiben játszódik, részben viszont az érzelmi elveszettségből, amiben a legtöbb karakter beleragadt. De ezek a szereplők, a karakterek és az őket alakító színészek szerintem amúgy ettől egyik zseniálisak. A főhősöktől kezdve az olyan mellék karakterek, mint mondjuk a konferenci, Alla Miklós alakítja, Angél apukája, Cseh Tamás alakít, vagy akár a csavargyári rendész. Szomorú aktualitás, hogy most, ahogy így jobban utána néztem a színészeknek, hogy az eredeti gárdából már sokan sajnos nincsenek az élők sorában, de a karaktereik akkor is halhatatlanok. És ami a legjobb szerintem, hogy ez egy abszolút ilyen klasszikus nyári mozi, úgyhogy még augusztusban nagyon nem késő meg vagy újra nézni, akár egy ilyen kerti sütögetés után, előtt, alatt, vagy egy ilyen nyílt színi moziban, nem tudom, ha bárhol léteznek még autós mozik, én biztos beraknám ezt a filmet. Szóval nem késő ezt újra nézni, vagy megnézni akár először is. A lényeg, hogy szerintem barátokkal mindenképp egy nagy társaságban közösen. Ez egy nagyon-nagyon jó nyári film, Tímár Péter Csini babája, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek. Hát akkor jó mozizást mindenkinek, köszönöm szépen Kökény Pálnak a mai filmajánlót, és hát 7 óra 31 perc van, úgyhogy következenek a hírek. A Civil Rádió filmajánlóját hallották.